Cseri. Még mindig ő, aztán a passz nem jó, így viszont Vadnainak lövőhelyzet, lejön a blokkról. Vadóc indítja Hollendert, nincs les, mutatja a játékvezető. Hollender mehet, abszolút zicserben, Hollender elhúzza Dombó mellett, vezet a Honvéd. Az alapjáték, amit ugye említettem, a megszerzett labdával rögtön jön az ívelés Hollenderhez vagy Danilóhoz, Vadóc ezúttal is a gólpassz adója. És hát Hollender nagyon higgadtan meg is oldotta ezt a szituációt. Dombó kiszolgáltatott helyzetben. Innentől kezdve viszont a mezőkövesnek is váltani kell, sokkal több kockázatot vállalni. És hát ha megnézzük majd az indítást, itt van Vadóc, felnéz, azon nyomban ível. Későn lépett ki középen Hudák, Hollender pedig így teljesen üresen vihette kapura. Az átvétel egyébként nagyon fontos, ahogy maga elé tette. Persze a befejezés is. Filip Hollender góljával 1-0-ra vezette hát a Budapest Honvéd.